Így néz ki felülről a megerősített töltés a krasznán. Mindkét oldalon megemelték a szintjét annak érdekében, hogy egy nagyobb víztömegnek is ellen tudjon állni, mondta műsorunkban a Feti osztály vezetője. Ezeknek a régi töltéseknek, amik voltak, mind a magassága, tehát magassághiányosnak hívjuk mi, illetve a szerkezete is, ugye a Kraszna talajszerkezete alapvetően nem egy erős talajszerkezet, tehát az árvizekkel szembeni ellenálló képessége sem megfelelő, és most a töltés fejlesztés keretében minden irányban, tehát magasságilag is fejlesztve lett a töltés, szerkezetileg is, tehát egy ellenállóbb talajszerkezet, nagyobb méretekkel rendelkezik, és ez a mértékadó árvízszintre emelés, sőt ez ugye más plusz egy méter, tehát a mértékadó árvízszint felett egy méterrel van, ez azt jelenti, hogy, az, hogy a megújított értékeknek megfelel, tehát a, a törvény előírások szerinti árvízi biztonságot adja. A töltés nem csak biztonságosabb lesz, hanem turisztikai szempontból is izgalmas. Járhatóvá teszik a felső részét, amelyen akár kerékpárral is végig lehet menni. Az elsődleges cél azonban mégiscsak az árvízbiztonság, amelyet a töltés megépítése mellett egy korszerű előrejelző berendezés is szolgál. Az elmúlt húsz évben nem csak a töltéseket fejlesztettük, hanem a monitoring rendszert is. A közös magyar-ukrán rendszer már 192 állomásból áll, ebből 50 Ukrajnában van, a többi Magyarországon, tehát 5 perces adataink vannak vizálás, csapadék, légkőmérséklet, tehát nyomon tudjuk követni a vízgyűjtő állapotát percről percre. És ez nem a háborús befolyásolt, ez azért attól még működik? Ez Igen? működik, tehát ezt mi üzemeltetjük, illetve az ukrán, Ukrajnában van egy üzemeltető szervezet, aki ezt üzemelteti, és, a rendszer kiválóan működik, és ehhez kapcsolódik egy korszerű előrejelző rendszer is, ami 2001-ben még nem volt, egy osztott paraméterű csapadékra folyás modell, ahol már előrejelzett csapadékból jelzünk előre, magyarán már a, a még le nem hullott csapadékból bekövetkező árhullámra is tudunk készülni. A mostani beruházások a Krasznát és Melék folyóját a Batárt érinti. 22 kilométeren erősítik meg a töltést.